Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem lesz más, mint hogy a címből is láthatjátok, egy ilyen bevásárlós videó. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ma egyébként január 18 van, és azért különleges ez a mai nap, mert hónapok óta várjuk, hogy megnyisson Debrecen 5. Lidl áruháza, és hát ma lesz ez a nap. Picit megcsúsztak, mert azt gondoltuk, hogy már karácsony körül kész lesz, de valamiért nem sikerült. Viszont eljött ez a mai nap, ami azt jelenti, hogy ma, aki a Lidl üzletnyitás napján vásárol 5000 forint felett, az kap ajándékba egy szakácskönyvet, ami egyébként, hogyha összeszámoljátok, azt hiszem 48 000 forint után járt. Ugye úgy volt, hogy 6 pontot kell összegyűjteni, és egy pont talán 8000 forint, vagy valahogy így volt. Szóval eléggé megéri ma elmenni oda a Lidlbe. Ebből kifolyólag gondolom azt, hogy valószínű, hogy tömeg lesz. Na de se baj, nekem iszonyat közel van, és nagyon örülök, hogy lesz itt egy Lidl a közelben. Aki régóta követi a csatornát, az tudja, hogy én nagyon nagy Lidl fan voltam, és a mai napig is nagyon meg vagyok elégedve a Lidlnek a termékeivel, mert nem csak szerintem, nem csak az élelmiszer, de a ruházat is nagyon jó, illetve a játékok is, viszont nekem nagyon messze van. Tehát igazából kilométerben nincs messze innen a Lidl, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de itt Debrecenben a tömegközlekedés, akár busszal, akár autóval, egy ilyen pár kilométeres táv akár egy órába kerülhet, iszonyat dugók vannak, szóval maga csak a beutazás és a kiutazás 2 órát vett igényben nálam, és tök mindegy, hogy szombat délelőtt megyek, vagy hétfő délután, hú, hát akkor azt ne is mondjam a délutánt, mert akkor nem is nagyon szoktam, na mindegy, sok a duma, az a lényeg, hogy megnyitott, itt lesz a közelben. És hát üröm az örömben igazából, hogy azért nyitották, mert ezt mindenki tudja, hiszen épül az akkumulátorgyár, és hát jönnek ugye a munkások, a kínai munkások főleg, úgyhogy itt sorra épülnek a munkásszállók, legutóbb is ugye azért nyitott a Spár, mert hát igény van rá, úgy, mint ahogy az új McDonald's-ra is, szóval ez az övezet itt az akkumulátorgyár környékén nagyon-nagyon ki fog épülni, aminek egy picit azért örülünk, hiszen eddig nagyon sokat kellett, mint ahogy mondtam nektek is, beutazni egy Lidlért. Van már Tesco, van már Spár, és minden a közelbe, de a Lidl még nem volt, ami nagyon-nagyon hiányzott. És egy kis érdekesség, ugyanott van, ahol az Aldi, tehát egy bevásárlóközpont részeként ugye üzletsorok vannak, és hát nem tudom, hogy mennyire lesz konkurens a két cég egymással, illetve az Aldisok átszoknak-e a Lidlbe. Én minden esetre ma elmegyek a Lidlbe, és hát meglátjuk, hogy milyen akciók lesznek. Azon kívül a nyereményjátékon kívül még mondtam nektek, hogy, vagy nem mondtam, lesz egy szerencsekerék, amit meg lehet pörgetni, és akkor azt hiszem, hogy rostos, meg ilyen apróságokat lehet nyerni. Nyilván, mivel, hogy ma én arra számítok, hogy egyébként 11 fok van, tehát baromi jó idő van, ahhoz képest, hogy január közepe van, viszont szakad az eső, talán nem lesznek annyian. Talán ugye sokan már dolgoznak reggel 10 órakor, tehát lefutott már az a nagy maraton, ami a legutóbb a Széchenyi utcai üzletben volt, és hát még mindig úgy vagyok vele, hogy sokat nem kell mennem, mert mondom, itt van a közelbe, de egyébként írtam egy listát, és akkor az nincs is itt. Szóval semmi extra, a macskáknak kaja, a gyerekeknek egy kis chips, egy kis rágcsa, felvágottat nem veszek, mert rengeteg van itthon, és gyümölcsöt sem, de ha már ott vagyok, akkor tej, zöldség, túróruli, hát tudjátok, amit amúgy is megvennék, nem nagy bevásárlás, de azért egy ilyen 15 000 forintot szerintem simán ott fogok hagyni, úgyhogy ennyi, megpróbálok a boltban videózni, de ezt sajnos nem tudom megígérni, ugyanis, hogyha tömeg lesz, akkor örülök annak, hogy a kosára éppen, hogy haladok 1-2 millimétert. Nagyon sok volt a duma, én nagyon izgatott vagyok, úgyhogy ha van kedvetek, akkor nézzük meg együtt, hogy miket vettem Debrecen legújabb Lidl áruházában. Na, megérkeztünk. Nem hinném, hogy bent tudok majd videózni, gyerekek. Annyian vannak, mint az oroszok, Jesszus Pepi. Úgyhogy szerintem csak otthon találkozunk. Jó,
Hoztam nektek is, nézd csak, hoztam zacskóst, zacsis, meg még halasat is. Éhes vagy? Sziasztok mindenkinek! Itthonról jelentkezek be, hogy láthattátok, semmilyen felvételt nem tudtam készíteni. Ennek egy oka volt, hogy iszonyatosan sok Lidl dolgozó volt a boltban, mert még úgy el is tudtam férni, sőt, nagyon-nagyon szerencsém volt, ugyanis egyből találtam egy parkolóhelyet, de azért elég káoszos volt a bolt. Fogalmazunk úgy, hogy mindenki össze-vissza ment, és mindenki keresgélt, és ugye nyilván egy új üzletnél ez előfordul, hogy még mi sem tudjuk, hogy melyik oldalt mi van. De amit el kell, hogy mondjak, hogy nagyon-nagyon tetszik az üzlet, sokkal szélesebb, mint a belvárosi Lidl, szerintem ez egyértelmű is, hogy miért. Egy hatalmas boltról van szó, ugye a debreceniek tudják, hogy ez régen a Müller volt, ami pár éve megszűnt, úgyhogy biztos, hogy fogok ide járni, és nagyon-nagyon tetszett az áru, a berendezés és minden, és baromi kedvesek voltak az eladók, és szerintem nagyon türelmesek voltak az emberek is. Volt úgy, hogy én is elfelejtettem valamit, visszamentem a másik sorba, leraktam a kosarat, és hát nyilván türelem kellett, mert várni kellett, amíg valaki ott előttünk kiveszi, amit éppen akar, és nyilván ehhez az kell, hogy egy kicsit empatikusak legyünk egymással, de szerintem nagyon jól összejött ez a mai nap. Nagyon örülök, hogy elmentem, a hangom is elmegy mindjárt, hiszen kaptam ajándékba egy szakácskönyvet, ezt a vásárlás után blog felmutatásával lehetett kérni az üzleten kívül, és a szerencsekeréken is pörgettem, nincs olyan, hogy nem nyer, mindenki nyer. A szerencsekeréken egy ilyen mandulát, kesudiót, igen, magyaró, mazsola, magyaróbél, mandula, kesudió, szóval egy ilyen vegyes bazárt nyertem, aminek nagyon örülök, és itt van Szél Tamásnak az új könyve. Szerintem sok rájuk maradt, azért valószínű, hogy osztogatták most így ingyen, úgyhogy ezt majd megnézzük a videó végén, viszont egy dolgot el akarok mondani, rátok is gondoltam ebbe a videóba, igaz, hogy nincs itt fizikailag, de hogy egy 2000 forintos Lidl utalványt fogok kisorsolni. Ugye aki követi a csatornámat, az tudja, hogy nyereményjátékok vannak folyamatosan, hiszen elértük a 25 000 feliratkozót, és ez azt jelenti, hogy ez a videó lesz a harmadik nyereményjáték, ahol egy nyertes lesz. Egy 2000 forintos Lidl utalványt fog nyerni, amit sajnos elfelejtettem megvenni, de mire ez a videó felkerül és ki lesz sorsolva a nyertes, meg lesz, mert jövő héten úgyis megyek még a Lidlbe. És az ajándékhoz, az utalványhoz fog még járni egy Pepkós fülbevaló, igaz, hogy már elmúlt karácsony, de jövőre is lesz, úgyhogy ezt még fel lehet használni, amiben egyébként van egy szarvas, egy karácsonyfa és egy hópehely, szóval a nyereményértéke 2500 forint, úgyhogy lehet játszani, és hogy mit kell tenni hozzá, azt majd a videó végén el fogom nektek mondani, de addig is csapjunk bele ebbe a bevásárlásba. Mielőtt azonban belevágunk, egy kis játékra invitálnálak titeket, tippeljétek meg, hogy az itt látható termékek mennyibe kerültek, mennyit fizettem ma a Lidlbe, egy kicsit így is mutatom nektek. Ennek semmi köze a nyereményjátékhoz, nem kell jól tippelni. A nyereményjáték az egy sorsoló program segítségével fog megvalósulni, teljesen random lesz, mint ahogy az előző kettő nyertes is teljesen random volt. Picit gondoljátok át, hogy ez így mennyi lehet. Annyit mondok, hogy nem volt túl sok, de lehetett volna kevesebb is. Voltak benne nagyobb tételek, amit látjátok hátul. Na, akkor aki tippelt, az most doppergés, és mondom, hogy mennyi a végösszeg. A mai költésem 20.885 forint volt, és szerintem teljesen megérte, főleg úgy, hogy kaptam egy ajándék szakácskönyvet és ezt a kis kesudiós keveréket, úgyhogy csapjunk is bele most már tényleg a lecsóba. Legelőször hátulról fogunk indítani, igazából újdonságokat szerintem, hát egy-kettő újdonságot vettem, de nem sok mindent, nézzük is akkor. Jött haza egy ilyen 6 darabos kis reggeliző tejital, epres ízesítésben, 6x1 decis. Ez 670 forintba került, és a macskáknak hoztunk, én hoztam egy 12 darabos zacskóst, és egy 2 kilós halas kosidát. Na most az egyik 1500 forint volt, valószínűsítem, hogy a nagy csomagos száraz, ez a kis pici zacskós pedig 1400 forintba került, tehát igazából 100 forint különbség volt
a kettő termék között. Jött haza még egy 10 darabos tojás, igaz, hogy tegnap vettem, de már 5 darab elfogyott belőle, úgyhogy ma pótolni kellett. A tojás MS méretű és 500 forintba került, illetve hoztam haza két ilyen kis szívóst, a szívós pedig 140 forintba került. És akkor ide lemegyünk, akciós volt ez a pilos edelmi sajt, negyed kilós, mondom, hozok egy ilyet. Van most itthon nekünk trapista sajt, az elég jó, a Coop-ban vettem, de egyébként az Aldi-s Milfina sajtot senkinek nem ajánlom. Tudom, hogy semmi köze a Lidl-höz, de az olyan volt, gyerekek, mint a fűrészpor, semmi zsírosság nem volt benne. A sajt 600 forintba került, szóval 1 kg 2400 forint, illetve akciós volt az áfonya, 1000 éve nem vettem már, úgyhogy egy ilyen kis dobozzal hoztam. Az áfonya az 125 grammos és 450 forintba került, illetve alatta található ez a kis seri paradicsom, na most ez igazából negyed kiló, és ez a gyerekeknek egy vacsorára. Igazából, ha olyat eszünk, akkor ezt így meg is eszik egybe, szóval ez igazából nem egy nagy dolog. Negyed kilós volt a paradicsom, és 430 forintba került. És hogyha jövünk tovább, akkor találunk itt egy saját márkás vaníliás karikát, amit nagyon-nagyon szeretünk, mert nagyon citromos, és egy kicsit olyan pikáns az íze. Tényleg nagyon jó íze van. Ez a vaníliás karika pedig 385 forintba került. Lesz még itt egy sütőélesztő, én amúgy budafokit szoktam használni, mostanában csak friss élesztőt használok. Ez nem tudom milyen fajta, de ez 55 forint volt, és nem is akartam már keresni mást, mert ugye őrület volt, úgyhogy egy ilyet vettem. És hát sajnos mostanában egy picit leadtam ebből a paradicsom szószból, mert a Tesco-ban megtaláltam a legjobb paradicsom szószt, ugye ez a mi 98% vagy 99% paradicsom, olasz mutti, de hogy a múltkor voltam, és egyszerűen nem találtam, úgyhogy most beértem egy ilyen olcsóbbal, bár ez is elvileg 100%-ig olasz, mégis ebben csak 60% a paradicsom, a többi paradicsom lé, úgyhogy ezt majd jól át kell passzírozni botmixerrel. Ez egyébként nyilván a pizzára lesz majd, feltétnek, paradicsomszósznak, de nagyon-nagyon baráti volt a paradicsomnak az ára, mert 350 forint volt, és akkor jött még haza kettő mozzarella, ugye ezek ilyen zacskósok, le kell róla engedni a vizet, vagy hát le szűrni igazából, mert nem szabad, hogy folyós legyen a pizzán, hogy eláztassa, úgyhogy nem ismerem. Lovilio mozzarella, ebből kettő csomagot hoztam, 400 forint volt csomagja. Itt hátul lesz még, szerintem ez volt a legnagyobb tétel, az olívaolaj. Én valamelyik nap voltam a Tesco-ba, és döbbenten láttam, hogy fél liter, majdnem 3000 forint. Úgyhogy nekem ez tényleg csak arra kell, hogy a idézőjelesen szilúsalátákba rakjak, tehát én nem ezzel főzök, ezt csak salátába szoktam rakni, illetve a pizzák elkészítéséhez kell, ugye amikor rárakom a feltéteket, egy picit meg szoktam fújni ilyen olívaolajjal, a fújómat is megtaláltam, úgyhogy igazából ez arra kell, primadonna olívaolaj, vettem már ilyet, és nekem ez nagyon-nagyon sokáig kitart, attól függ, hogy mennyi pizzát sütök, de hát nagyjából egy ilyen fél év az minimum, de lehet, hogy 3-4 évig is kitart, úgyhogy igazából ennyi. Hát ez 2500 forint volt, és szűz olívaolajból van, és mutatom nektek, hogy ennyi van a másik olívaolajomba, ezt nem is tudom, hogy hol vettem, tényleg az Aldiba, és hál' Istennek még lejárat előtt, ugye a 3. hó 20-án járt volna le, egy csepp van benne, úgyhogy ezzel is nagyon elégedett voltam, és akkor most kipróbáljuk ezt. Aztán jött haza egy szolevitás szőr, mert hát olyan régen ittunk már, ez is az édesítőszerrel készült, tehát nincs benne cukor, és 450 forintba került, és akciós volt még a tortilla wrap is, 6 darab van benne, klasszikus, 25 centis, elég nagyok, és a tortilla közben beesett, de 450 forintba került. Jött még haza ez a kis túrós desszert, ilyen gyümölcsös, 6 darab van benne, 2 banán, 2 eper és 2 sárga barack. Hát most nem tudom, hogy jól látom-e, de hogy ez nagyon-nagyon olcsó volt, mert én úgy emlékeztem, hogy ez ilyen 600 forint körül van,
De itt a blokkon nem az van írva, fúrókrém, 370 forint volt, szóval ez nem is tudjátok az a kis mini, hanem egy picit szélesebb verzió. Ugye itt vannak az ajándékok, amiket kaptam, illetve hoztam még kettő piros tejet. Tejnek darabja 270 forint volt, akkor jött még haza egy ilyen kis reggeliző kex Vivikének, mert hogy a gyerekek ugye mindig esznek valamit, mielőtt mennek reggel újba meg suliba, mikor mit, de mostanában azt vettem észre, hogy nem olyan éhesek, de mégiscsak valami kéne, és valamelyik nap vettem Vivikének ilyen reggeliző kekszet, és nagyon ízlett neki, és ma is keres, tehát mondom, akkor veszek. Ez azt hiszem, hogy igen, csokis, mondta is, hogy csokisat vegyél anya, ne gyümölcsöset, nem ismerem. Úgyhogy kakaós, kálciummal, magnéziummal, vassal, 4x6 darab van benne, tehát 24 darab, 5 féle gabonával, 900 forintba került, de szerintem ez tök jó, hogy így külön van csomagolva, ugyanis, hogyha megyünk el itthonról, le tudom rakni a táskámmal, hogyha bármi jön, ha éppen megéhezne, akkor ott van mindig valami nálam. Illetve nagyon-nagyon vitték ezt a tomató passzátát, na mondom, gyorsan én is rakok egyet a kosárba, úgyhogy ez egy 100%-os paradicsompüré, 100%-os lenne, az nagyon-nagyon jó. Majdnem 199,6, viszont ez nekem nem szokott pizzára menni, mert ez nekem nagyon ilyen folyós, úgyhogy ebből levest szoktam csinálni általában. 280 forint volt, szóval nem csodálom, hogy vitték fél kilós, ez nagyon-nagyon megérte, és hát egy női dolog, ami egyébként tampon, tehát ezt is megkaptam, miért nem mondom ki, félek tőle, nem harap, tampon, de én női dolognak szeretem mondani. 24 darabos, és a női dolog 480 forintba került. Jött még haza egy nagy szemetes zsák, 60 literes. A szemetes zsák 360 forintba került, illetve egy alufólia sütéshez és 10 órai csomagoláshoz, ez azt hiszem, igen, 20 méteres vettem. Az alufólia pedig 650 forintba került. És akkor haladunk itt vissza szépen, jött haza kettő kakós csiga, ez lesz a reggeliük holnap a gyerekeknek. A kakós csiga darabja 150 forint volt, és akkor magamnak is hoztam reggelre egy ilyen gyulai kolbászos tekercset, hát elég kis picike, úgyhogy de naturjoghurttal jó lesz, ez csípős, 150 forintba került, és hát majdnem kihagytam, jött haza egy natur szendvics krém, 300 forint volt, illetve hát most nem vödrös tejfölt vettem, hanem egy ilyen piros 20%-os tejfölt. A tejföl pedig 470 forintba került, aztán jött haza kettő csokis croissant, 250 forint darabjuk, egy kígyóborka, ez 380 forintba került, ezeket mondtam. Akkor jövünk ide szépen a borsóhoz, ebből most fogok gyorsan magamnak egy kis borsó főzeléket készíteni. 300 forintba került a borsó, 450 grammos. Hát a húsrészlegnél nagyon sokan voltak, és én gyorsan csak kikaptam egy csirkecombot, úgyhogy semmilyen más húst nem vettem. Ez jó áron volt, 689 forint volt, és az utolsó két darab volt belőle, nyilván még pakolnak ki belőle, friss alsó comb, 700 grammos. Aztán elfeledkeztem útközben, vissza kellett fordulni a Mirelit krumpliért. Egy kilós Mirelit krumpli 600 forint volt, hoztam még haza kettő chipset. Ennek nagyon örülök, mert itt azért elég változatos chipsek vannak. Hoztam egy ilyen hullámosat, illetve egy simát. A chipsek egyforma átban voltak, 520 forint, mind a kettő ilyen hagymás tejfölös, csak az egyik mondom hullámos, a másik sima. Aztán jött haza 8 darab kifli, hiszen tudjátok, ilyenkor mindig virsli, azaz hotdog a vacsora. A kiflik pedig 59 forintba került darabjuk, és ezekbe bele is tudjuk rakni ezt a fajta virslit. A virsli, hát 1329 forint volt, 750 grammos, ezt nagyon-nagyon szeretjük. És azon gondolkozom, hogy mindent elmondtam-e, de szerintem mindent, úgyhogy ezeket sikerült ma megvásárolnom. A legnagyobb tétel az olívaolaj volt, ami megdobta, illetve a macskakaja, de hogy amint látjátok, felvágottat nem vettem, mert dugik vagyunk, gyümölcsöt nem vettem, dugik vagyunk, de majd meg is mutatom nektek.
Illetve mivel ez nem nagy bevásárlás volt, ez kb. Egy ilyen egy heti bevásárlás, de igazából minden van itthon. Tehát van itthon tészta, rizs, cukor, liszt, ilyen alapdolgok, szörpök is vannak, úgyhogy ez igazából ez a vásárlás arról szólt, hogy megnézzük a Lidl üzletét, és ha már ott vagyunk, vegyünk egy pár dolgot, tehát nem ilyen életmentő vásárlás. Az olívaolaj volt számomra a legfontosabb, úgyhogy elpakolom, és aztán jövök vissza. Na és akkor most megmutatom nektek a hűtő tartalmát. Rengeteg savanyú káposztánk van, úgyhogy azzal majd valamit kezdünk, ide beraktam a tejeket. Itt van a millió felvágott, tehát van itt... Azt hiszem osonös is, lidülös is, tehát pikpárizsi. Igazából az elmúlt két hónapban nem vettem föl nektek vásárlós videót, ami nem azt jelenti nyilván, hogy két hónapig nem voltunk boltban, de most így elengedtem ezt a bevásárlós részt. Na, mutatom itt tovább, itt vannak még spáros, margarin, delma, ezek ilyen vacsi ebédmaradványok, kolbász, van még itt múltkori Aldis májkrém, és ide bekerültek a joghurtok, meg a savanyúságok. És hát ugye azért nem is vettem gyümölcsöt, mert dugig van mandarinnal, meg almával, és hát itt vannak a zöldségek, ahol van gyümölcs is, mert már nem fért ott fent, és még ki is vannak rakva, mert a gyerekek nem szeretik hidegen se az almát, se a mandarint. Itt vannak a kencék, én mostanában ilyen habot is szoktam az eszpresszóba rakni, rászoktam, illetve lekvárok és szószok. És akkor megmutatom nektek a mini spát, közben leesett a mikrofonom, szóval félkézzel videózok, meg próbálom így kihúzni lábbal. Hatalmas, mi ez? Ilyen tejbe, na, nem jut eszembe a neve, ez a valami, oké, és ide tudtam berakni. Még itt van a palacsintapor, van lencse, van bab, rengeteg panírmorzsa, cukor, nagy uborka, ezt is a múltkor vette párom az Aldiba, igen. Na és hát a videó végére miért is nem teljesen megadta magát a mikrofon, ugye van ennek egyébként egy csíptetője, de pont úgy tört le, hogy sehogy nem lehet csíptetni, és eddig egy ilyen Cellux ragasztóval még úgy fel tudtam fogadni, de most már az sem. Úgyhogy ez van, és itt a videó végén be fogom rakni a blokkot, de akkor előtte egy picit kanyarodjunk vissza a nyeremény játékra. Szóval a nyeremény egy 2000 forintos Lidl utalvány, ami egyébként azt hiszem, hogy nagyon sokáig felhasználható, illetve mellé még érkezik egy ilyen kis fülbevaló. A videó alatti leírásban megtaláljátok majd pontosan, hogy meddig lehet a játékra jelentkezni, mert nem tudom, hogy ez a videó mikor megy ki, és hány napig lesz ez a nyereményjáték, ott lesz. Mindösszesen annyit kell tennetek, hogy kommentben mondjuk írjátok meg, hogy nektek mi a kedvenc Lidl-ös terméketek. Tényleg ez jó, mert hasznos, hát ha én is látok olyan terméket, amit még nem próbáltam, és nagyon sokan ajánlottok. Szóval ennyi a játék, írd meg, hogy mi a kedvenc Lidl-ös terméked, és legyél feliratkozva a csatornámra, és akkor egy sorsoló program segítségével fogom kisorsolni ezt a harmadik nyereményt. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó. Kicsit sajnálom, hogy nem tudtam belülről megmutatni az üzletet, de fogok majd még járni ide a boltba, és biztos addigra csökken majd ez a nagy hype körülötte, és akkor majd tudok videózni nektek. Hát ennyi lettem volna mára. Ha tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, hát várjatok még a könyv. Ezt már mikrofon nélkül veszem fel, mert azt már nem tudom tartani és megmutatni is. Életem ételei. Gyorsan megkukkantottam, ez az ötödik Lidl könyvem, de hogy eddig soha nem kaptam ingyen, mindig ugye meg kellett vásárolni pontok árán, és akkor nézzük meg még gyorsan, hogy mik vannak ebbe. Na, akkor gyorsan belelapozunk mégiscsak, ha már itt van ez a... Hú, de jó illata van ennek a könyvnek. Full extrás bundás kenyér reggeli ebédre, frissítő, sóska fűzelék, ahogy én nem szeretem. Sütőben sült zsenge sárgarépa, ugye ez a tavaszi zöldséges epizód, itt ilyen tavaszias ételeket mutatnak idén zöldségekkel, gyümölcsel, tepertős jutúró strapacska, ez biztosan ízlene nekem, palacsinta, szóval lehet belőle sütni, főzni, tengergyümölcsei, bor ajánló, harcsa, halas ételek, a provanszi 8-as csirke, glutén és laktóz
gyümölcs, nagyon-nagyon szépen van illusztrálva, nagyon szépek a kajafotók, marha, pörkölt, öntött vas lábasban, erdei gyümölcsös gin és gin tonic. Ősz, tehát ez ilyen évszakokra van bontva, szerintem tök jó, úgyhogy akinek nincs ötlete, hogy mit főzzön, ebből is tud inspirálódni, de szerintem még... Ó, nézzétek már! Hát mondom, mi ez mi? De szerintem még ajándékba is jó. Paradicsomos káposzta, egészben sült fasírtal. Tegnap ugyanezt tettem, paradicsomos káposztát és egészben sült fasírtot, annyi különbséggel, hogy én még tojást is raktam bele, úgyhogy ez akár, mintha az én tegnapi menüm lett volna. Mágia rakás. Pálma levél házi leveles tésztából. Nem semmi kis magnója, nekünk is volt. Francia konyha. Hú, szendvicsek, kutyus, India, hát szóval tényleg, tényleg már ezért a könyvért megérte. Nem mintha főznék könyvekből, de majd időskoromra jó lesz, meg olyan szép kis gyűjtemény. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper, jönnek a végén a desszertek, na itt van, amit én nyertem, például abból egy ilyet lehet készíteni, egy ilyen mézes, zabos, töltött almát, fahéjas almaszusszal. Szuper! Na hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett nektek, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Tudom, hogy mostanában nem volt bevásárlós videó, hát jó két hónapja, de igyekszem most már minél többet rögzíteni, mert egyébként Pepco-ba is voltunk, Spárba is voltunk, Lidl-be, Orsonbe, de most valahogy nem volt kedvem ezeket felvenni úgy, megmondom őszintén, de most újult erővel nekivágok ezeknek is, és akkor várom a Lidl-ös kommenteket, írjátok meg, mi a kedvenc terméketek a Lidl-ben, és akár nyerhettek egy 2000 forintos utalványt a fülbe való szettel. Találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép napotok, sziasztok!